thank you kedves barátaim! Mai téma lélekvándorlás vagy reinkarnáció. Ugye van többféle variáció a Youtube-on, meg többféle vélemény van, hogy mit jelentett reinkarnáció vagy lélekvándorlás. Lehet, hogy kezdjünk azzal, hogy mi a szó lélekvándorlás az érthető, mert hogy lélekvándorol, a reinkarnáre reinkarnáre re, ez azt jelenti új testet építeni, új test, új húsból álló testet. Ez a reinkarnáre És érdekes, hogy egyik megy a begyszél a testről inkább, a magyar, meg az orosz is, a, inkább a léleknek a mozgásáról. Lélek, vándorlás. Szerintem lehet egyesíteni kettőt, mert vándorol a anyagi testben a lélek. És a lehet rengeteg véleményt hallani róla, és én, amit mai napon fogok képviselni, az a védákat. A védákban nagyon precízen és pontosan le van írva, hogyan működik, és miért működik, miért van lélekvándorlás, vagy reinkarnáció, vagy karma, mi a kapcsolat a karma. Mi most nem sokat, túl sokat karmáról nem beszélünk, de inkább azt a részt, ami érinti maga lélekvándorlást vagy reinkarnációt. Védák, mivel Isten kinyilatkoztatása, Isten által létrehozott tudás, akkor az hibátlan azért ezt fogunk ma képviselni veletek, és egy egyszerű, könnyű dolgot, ez a Bhagavan Gitát. Ahhoz, hogy megértsünk, hogy elsősorban meg kell értenünk mi a természetünk, például a Bagavan Gita a hetedik fejezetben tanítja, hogy miből áll az ember, vagy összes élő lény. És akkor mondja, bumira polna kam, hogy van durva fizikai test, ami öt elemből áll, föld, hogyha lefele megyünk, általában föntről kell menni, éter, levegő, tűz, víz, föld. Ebből épülve van a durva fizikai test. Ha valaki akarja ezt jobban megérteni, ajánlom nektek, nem sokára kezdjünk Ayurveda kurzust, ott ezt biztosra meg fogunk érteni, hogy működik, hogy, hogy alakítja öt elem a testünket. Oké. Okay. Ez az egy rész, amiből áll, utána van következő három finom elem, ami finom testhez tartozik, hogyha megyünk fölfele, mana, a ahankara. Elme, intelligencia, hamis ego. Ez a finom fizikai test. És természetesen a lélek maga. A lélek az átma. És amikor a, úgy írja a, a Szentírás, amikor az átma az Isten birodalmából esik a anyagi birodalmában, akkor itt megkapja a finom fizikai testet, és durva fizikai testet. A finom fizikai test által érzik eli a világot, de úgy, hogy van durva fizikai test, ami közvetlen kapcsolatot uh, tud tapasztalni a fizikai világon. Például az én, én szeretnék érintést tapasztalni, de ahhoz, hogy én tapasztaljak az érintést, ahhoz nekem fontos, hogy legyen ez a fizikai, durva fizikai test. Másképp nem tudok tapasztalni. Uh, jó, nem bonyolítsunk tovább, de a lényeg, hogy nekünk kell Ebben a világban durva fizikai test. Másképp nem szerzünk tapasztalatokat. És ez a fizikai, durva fizikai test ítélve van egy rövid időre létezésre. Utána el fog pusztulni. De a lélek a finom fizikai testtel együtt nem hal meg, hanem ki fog lépni a testből, és megy következő testbe. Bhagavad Gita már az elején meghatározza egy törvény. Nat eva ham szám, nat vam nemenjan na csájvan visemi, szerve a Hogy nem volt olyan idő, mikor nem léteztél te, én is, ezek a királyok, szóval mindenki. Janadipa. És Bavishyama, a jövő, és nem lesz olyan, hogy mi megszűnünk létezni jövőben. Szóval átma a lélek való szanatana. Én ezért a lélek ebben a világban, amikor kerül, akkor testet fog ölteni, elfelejti saját lelki természeteit ennek az anyagi világnak hatására, és vándorolni kezd egyik testből másikba. És sőt, Bhagavad Gita nagyon jót tanít, mondja, hogy már egy testen belül is vándorolunk. De hínasz minját tehe, Kaumarámja Arámgyarát, hát tehát terepra prapir, de íresztátra nemuheti. Arról van szó, hogy ahogy a csecsemő korból lélek vándorol a gyerekkorba, a gyerekkorból ifjú, felnőtt kor, öregkor, ugyanúgy, amikor ez a test meghal, ugyanúgy a lélek vándorol tovább egy új. Újra a fiatal testben. És tudósok nem titok, aki járt iskolába, tudja, hogy tudósok megállapították, hogy a testünknek összes sejtje 7 évente kicserülődik. A védek szemszögből ez azt jelenti, hogy mi kicseréltük a testet lehet, hogy egy szemszögből láthatatlan, de ugyanakkor új testünk van. Például, aki már mondjuk 21 éves, az minimum háromszor cserélte már a testet teljes mértékbe. Szóval így történik már egy test belül vándorlás, és utána is történik vándorlás, mikor az egyik testből amikor már megöregszik, elsorvad, használhatatlan válik, el ki fog lépni másik a testből, és bizonyos törvények alapján, vannak törvények, a karma törvények rendeznek, hogy milyen test legyen a következő. Ez nagyon fontos. A bölcsek és a Bhagavad Gita leírják, aki ezt érti ezt az elvet, aki látja ezt, vagy legalább érti, az díra. Díra, státra díra, józanú gondolkodó, intelligens ember, aki lát ezt a folyamatot. Következő, ami fontos, hogy hogyan történik a karma és a következő test kapcsolata, Erről beszél is Bhagavad Gita 8. fejezetben, amit Yam Yam Vapismaram Bavam, Cedzat Antekalevaram, Tam-tam evajkontaja, szadatat báva, bávita. Magyarul, hogy az ember, amikor már cselekszik jelen életben, ezzel ő már építi következő teste. A halál pillanatára kifog kialakul egy bizonyos tudatállapot. Ez a báva. Tudatállapot, és ez a tudatállapot felveszi egy formát, az új testnek a formáját. Szóval a halál pillanatban megvan már a forma, finom szinten, amelyik benne van a finom fizikai testbe, és utána, amikor a lélek kiárad a testből, és anya méhébe kerül, akkor arra a formára már épül a, finom, a durva fizikai test, és így alakul új test. És ez lehet újra emberi test, az lehet állati test, növényi egysejtő. Nemrég valamelyik videóra kaptam egy kommentet, hogy nincs ilyen sok-sok felkiáltó jel, hogy nincs visszafejlődés. Természetesen mi mindenkinek becsülünk és tiszteljünk a véleményét, de, de elfogadjunk az Istennek a véleményét. Mert mindenkinek van jog véleményre, de Isten vélemény abszolút, és ő sem mondja, hogy visszafejlődés, hanem degradálás. A degradálás az van természetesen, ezért örök örökké tud vándorolni lélek ebbe a világba mert hogyha nem így lett volna, akkor csak egyszer egyszer csak fejlődsz, 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 és akkor kilépsz. De nem, mert lélek hibákat követi el, bűnöket követi el. De a bűn a mindig degradálást okozza. Mindig. Ahogy csak bűnözöl, akkor degradálni fogsz. Lejjebb formát kapsz kevesebb szabadságot kapsz. És ez ugyanúgy itt a nálunk a társadalmi világban is ez látható. Azok az emberek, akik megszegnek az államnak a törvényét, akkor korlátozva lesz a szabadságuk. Először azzal korlátoznak, először csak figyelmeztetnek, hogy ember, hogy kis hibát követi el, akkor kap kisebb visszahatást, akkor, hogyha nagyobb, akkor mondjuk pénzbírság. Ez is korlátozom, mert én van egy összegem, amit költenék, de hogyha megbüntetnek ki, kevesebb marad, akkor korlátozva vagyok már a szabadságom, a megkevesebb marad az összeg. Utána korlátozás, hogyha nagyobb bűn csinál valaki, és akár veszélyes lesz a társadalom számára, a börtönbe kerül, még jobban korlátozik. És ez lehet, hogy igazgató volt, vagy egy politikus, aki nagyon korlátlan életet élt, de vissza tud fejlődni, és akkor korlátozva lesz a szabadsága. Ugyanúgy a személyek, akik bűnt követnek el, akkor ők degradálnak, és Korlátozó lesz a szabadságok azáltal, hogy növényi testbe kerülnek, vagy állati. Ez így. És ez az a vélemény, ez Istennek a véleménye, lehet vele vitatkozni és írni Istenek. Ez nem igaz Isten? Teszek neked 108 felkiáltó jel, ilyen nincs, nem lehet. Aki már egyszer ember született, az sose lesz már állat. Jó, hát próbáljuk meg Istennel vitatkozni velem lehet vitatkozni, de én nem az én véleményem mutat, mondom, hanem Istennek a véleményét közvetítem. Mindig a jámbor cselekvés a kedvező születést fog eredményezni. Ezért lehet látni azok, akik múlt életben jámbor cselekvést végezték, akkor jó körülmények között fognak születni, vagy már megszülették. De még mindig utána ember, jóáborcs cselekvés után jó helyzetbe születik, előbb-utóbb fog csinálni hibákat, és mikor hibázott, akkor újra nehéz helyzetbe fog születni. Szóval ez mindig meg fog történni. És a következő, és amikor van jó helyzet, akkor úgy ott biztos el fog hibázni, mert mikor tudjátok, minden szép és jó ember ellazol, elkezd hibázni, akkor megint rossz helyzetbe kerül. Ezért a védikus írások javasolnak, hogy dolgozunk a karma tisztításon, lelki gyakorlat által. Hogyha valaki alkalmaz a lelki gyakorlatokat, mert a jó és a rossz cselekvés az még mindig a szamszára belül van, a karma, a törvény, feltételekhez kötöttség belül van, ezért ember megy egyszer, egyszer fönt, egyszer lent. Ezért lesz ez a lélek vándorlás, és egyszer ember, egyszer állat, növény, ez nagyon sokszor meg lehet fordulni. 8 millió 400 ezer faj van, és annak vannak ki, még ilyen csoportok, családok, szóval nagyon-nagyon sokféle lehetőség van megszületni, és ugyanaz a lélek volt ott, itt, egyszer volt ember, utána vissza, utána megint, szóval jó cselekvésekkel nem lehet megúszni a szenvedést. Viszont a lelki gyakorlatok, azok a szamsára a feltételek kötöttsége fölött áll. Úgy mondjuk, hogy lelki szinten áll. És aki gyakorol lelki gyakorlatot, akkor ő meg tud állítani szamszárát, vagy a lélekvándorlást, de nem kell megijedni, hogy akkor én megszűnök, beleolvadok nagy mindenségben, mert van egy ilyen hibás képzelés, hogy én valamivel összeolvadok, beolvadok, de ami Krishna mondta már Bhagavad Gita-ban, ami már idéztem, hogy sose volt olyan, hogy te nem fogsz fú, nem fogsz megszűnni létezni, és sose volt olyan, amit nem léteztél. Szóval mi, mint egyéni személyiségek, ez a lélek, az én egy egyéni személyiség vagyok, akik vágyunk, tapasztaljunk, érzünk, igényeink vannak, ez nem a testnek a tulajdonságai, hanem a léleknek, ez megmarad. És lelki gyakorlat el kiviszi a karma és szamszara születés körforgásából lelki szintre, eredeti lelki szintre, ahol tiszta, szeretet állapotban viszonyokban nem fogunk ott lógni a felhőn valamilyen unalmas dolgokba, hanem ott igazán tevékenykedni kezd a lélek Istennel kapcsolatban szolgálni Istent, és nagy-nagy szeretettel és végtelen nagy boldogsággal. Szóval így röviden működik a reinkarnáció lélekvándorlás, és megszabadulni lehet a lelki gyakorlatok által, és egyik leghatékonyabb lelki gyakorlat van, nagyon sok lelki gyakorlat, de erre a kali joga, erre vaskorszakra ajánlat a bhakti joga, mantra joga, vagy szent név éneklése joga, ezáltal szem az ember, fel tud szabadulni mindenféle visszahatásoktól, karmáról, szamszáratól, és eredeti örök állapotba kerül, ahol végtelen boldogság, dinamikusan fejlődő boldogság és a szeretet írjátok véleményeteket nyugaton, hogyha nem hisztek el, amit mondom, és amit nem én találtam ki. És természetesen ajánlom ezzel kapcsolatban megnézni egy pár videót a csatornámon. A Bhagavad gita a második fejezetnek 12. E, egész 30. versék, ott a lélek természetről van szó, akkor a következő súgóban fogtok látni egy, még egy hivatkozást, ami beszél Bhagavad Gita 8. fejezet, 5. vers. A halálnak a általános törvényéről van szó. Rendben, akkor legközelebb majd folytatjunk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattátok. Ne felejtsetek el feliratkozni a YouTube csatornára lájkolni a videót, és hogyha van kedvetek, lehet szponzorálni a csatornát, ott van alul szponzor gomb, meg lehet nyomni, és nagyon hálásak is leszünk, hogyha szponzoráltunk, segítenk a missziunkat. Hari Krishna!